Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel és tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatóikat, illetve interjú alanyaimat. Az Ülderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület motorjai, természetesen a többi tagot nem bántva, mert rengeteg ember dolgozik ebben a csodálatos egyesületbe. Dr. Ferenci Zoltán, az elnök úr, illetve Morvai László a peremkerületek fejlődésére felelős tanácsadó, a titkár, tiszteltek meg, engem, meg engem ebben a szűk félórában, hogy mi interjúzhassak velük. Elnök úrhoz fordulnék a leges ugyanis a napokban, egészen pontosan február második alkalmából, ugye a civilek napi alkalmából a partnerek, tehát ugye a kormány, Köszöntött benneteket, és egész érdekes adatokat tudtam meg az általatok eljuttatott laudációból, hogy 53 ezer klasszikus civil szervezet van Magyarországon, el nem tudtam volna képzelni, ez egy többenetes szám. Feltételezem, hogy nem mindegyik annyira híres, és annyit dolgozik, és annyira jó kapcsolatot ápol a többiekkel, mint a tiétek és 400 ezer ember végzi tulajdonképpen ezt az önkéntes szerepet egyszerre. Ez rettenetes, pláne, hogy ugye 9,5 milliónak tartanak már csak minket, mert sajnos ugye fogyunk, és bizony majd 513 milliárd forintot fordított a civil szervezetekre a kormányzat. Bocsánat, hogy beszélek, ezt azért akartam elmondani, hogy kezdjük így a beszélgetést. Más médiafelületen volt már módon veletek beszélni, úgyhogy most tudom, hogy nem lesz elég ez a fél óra. Dr. Ferenc Zoltán elnök urat köszönhetem. Hát köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Nagyon szívesen beszélünk a munkánkról, mert ezzel is tulajdonképpen a környezetet védhetjük, ha ide figyelnek jól, hogy érdemes ezt a munkát végezni egyrészt, másrészt hogy értékeket lehet létrehozni azzal, hogy fát ültetek, gondozok, fenntarthatóvá teszem, vagy tesszük a környezetünket. A mi tevékenységi területünk a bácsa és kisbácsa természeti értékeit. Ebből csináltunk egy összefoglaló munkát, bácsa, Győr bácsa, környezetkultúrája címmel amelyben száz színes képpen mutatjuk be ezeket az értékeket, és leírjuk azokat, hogy miket tettünk azért, hogy azok a sebb helyek, amelyek bácsán Én szépen fogalmazom. voltak, hogy eltűnjenek, és értékes területek legyenek. Zoltán folytas természetesen, bár László is majd szót kap egyértelműen. Mennyire fontos, hogy a kormány, illetve az önkormányzatunk jelenleg ez így van, hál' Istennek, befogadó legyen veletek. Mert amit ti csináltok, ez nem for-profit dolog, tehát nem azért, hogy kiegészítsék a kis pénzeteket. Ez nagyon fontos, hanem majd erről beszéltek, prevenció, fiatalok, megmutassátok emlékhelyeket állítotok, akkor meg, megmutatjátok elsőbb a fiataloknak, ugye ez a legfontosabb, de majd László elmondja, hogy beveszitek a Győrszót, a GHG-t, ez embertelen munka, egy embert kíván. Miért fontos, hogy, hogy tényleg a sok szélhámos egyesület mellett, mert olyanok is vannak, ti, titeket ők elfogadjanak, segítsenek, mert amit műveltek, az misszió. Vagy tettem főkérdést, vagy nem. Igen. Az az igazság, hogy amikor 2000-ben tulajdonképpen elkezdtük a munkát, létrehoztuk az Egyesületet, akkor a kezdetben száz fölött volt a bejelentkezett taglétszám. persze nem tartottak ki belünk, de akkor aktuális témák voltak, például az égetővel kapcsolatos Hírom. dolgok voltak, nem mi gerjesztettük ezeket a témát, hanem éppen a hatóságok mondták meg, hogy működik, de a lakosság akkor nagyon érzékeny volt erre. Igen, azóta... meg hát ugye az akkor jönkormányzati képviselő is egyszer ezt mondott, egyszer azt mondott, de hát lehet, hogy azóta már benőtt a feje lágya, vagy egy kicsit kupálódott, de ez azért magánvéleményem folytas érne, ne és is reagáljatok. Tulajdonképpen közben ö, leltünk azokra Értékekre, amit eddig nem ismert senki, például a Szitásdom fűvészkert, amely egy rom terület volt, és ezért mi ezt az jelszót használjuk, személy domból fűvészkertet csináltunk egy tíz év alatt. Ez jó, ez szlogennek is. Volt egy olyan film, hogy az ember, aki dombra ment föl, és hegyről jött le valami jogrend, hasonló, tehát kicsit úgy elkalandoztam, de Zoltán, nagyon köszönöm, visszaadom még a szót, mert rengeteg dolog van. László, egy olyan ö, csodálatos brosúrát alakítottak ki, a, 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 csináltatok meg, ami... Nagyon jó képekkel van írásszel, könnyen olvasható, tehát mondjuk ez fontos. Ezek is fontosok, mert a mai világba el kell juttatni azt a tudást, illetve azt a gondolatiságot, amit ti képviseltek, akár a social média, akár online, akár print. Ehhez én szeretnék gratulálni. Elnökségi ülésen mi történt még, mint titkár kérdezlek. Köszöntelek. Köszönöm szépen, kedves Ágos, köszöntelek én is. Számunkra megtiszteltetés, itt lehetünk. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Üdvözöljük a rádió hallgatóit. Zoli bácsi említette az Egyesületünknek magának a létrejöttét, eleve az Egyesület már környezetvédelmi okok véget jött létre, tehát az a mozgalom, az a indítatás, ami meghatározta a környezetvédelem volt, az Egyesületünk létrejötte. Az Egyesületünkről voltak éppen más, nem is kellene mondani, mint Egyesület, ha már csak annyit mondok, 24 éve működik. Így van. úgy érzem, hogy egy Egyesület életében 24 éve egy nagyon szép kor, ez meghatározza. És el. karakán módon képviseltek valamit, őszintén nem csapunktok ide-oda a politikai pártok ki éppen a me mecénás. Én tudnék ilyeneket mondani, ti valamiért nem. Igen, nagyon valós. fontos, nagyon fontos ennek az egésznek a politika, politika mentessége, de ugyanakkor ki sem lehet hagyni belőle, muszáj hozzátenni mindenféleképpen, ugye szóba került, hogy említette a Környezetvédelmi Bizottságot, azt kell, hogy mondjam, a Környezetvédelmi Bizottságnak a megalakulásával, professzor Adély András polgármester úrnak hivatalba lépésével, egy olyan támaszt érzünk magunk mögött, ami minden építő jellegű ötletre befogadást talál. Szükség is van szintű, környezetvédelmi kezelésre, László? Szerintem igen, de lehet, hogy van, helyes, ugye? Teljes van. mértékben. Helyes, teljes helyes. mértékben. Jó. Teljes mértékben. Mi hangzott el, ugye titkára, vagy az Egyesületnek tavaly beszélgettünk szerintem tagja már lehet, hogy régen volt, de mondjuk három éve, hogy zajlik egy ilyen elnökségi ülés? Megnézitek a tavalyi év rezüméjét, tehát hogy mi történt, és ott tulajdonképpen szavaztok a közeljövőről, február, március, április, vagy akár az egész évet már megnézitek azokat a jeles napokat soroltátok föl egy másik média feleten, azokon kívül még nagyon-nagyon sok minden, tehát a fák, madarak napja, ugye ezeket mind tudjuk, föld napja, de ti ennél sokkal, de sokkal többet is csináltok. É, igen, minden, minden évben több elnökségi ülésünk van, de az az egy konkrét elnökségi ülés, ami az éves munkát meghatározza, ez mindig január folyamán kerül erre sor. Tehát ez még éveleje. Igen, évelején, ekkor áttekintjük az előző évben elvégzett feladatokat, és természetesen megbeszéljük a előttünk álló éves feladatokat, mint például most is a 24-es feladatokat megbeszéltük. Ez nagyon több sok dologból tevődik össze. Legfőképpen alapja a tudatos környezetvédelmi nevelés, ahol fő célpontunk a fiatalság, a gyerekek. Ugye a gyerekek, ők azok, akik a hat, sokkal fogékonyabbak az újra a környezetük védelmére hál' Isten van egy... Le tudjátok kötni a figyelmüket? Csak azért gondolok, mert én az a típus vagyok, hogy megérett a világ a pusztulásra, és amikor nézd már a szemembe, mert megtéplek, szoktam mondani ugaim gyerekeinek, mert görgeti a telefont, is. És... ugye én kaptam régen egy pofont, bocsánat, hanem nem köszöntem a hölgynek úrnak, ők egy picit már mások, én ezt nehezen tolerálom, de mondjuk én ilyen öntörvényű vagyok, le tudjátok őket kötni? Ebben azt mondom, hogy nagyon könnyű dolgunk van, ugyanis Ferenci Zoltán docensúr tanár úr, nagyon régi pedagógus múlttal rendelkezik. És, és egy nagyon jó előadó. És nagyon, igen, és nagyon sok jó olyan ötlete, olyan tapasztalata az élettapasztalatai során, amivel gyerekeket be tudja állítani a sorba, le tudja kötni a figyelmüket. Ez, ez nagyon hasznos részünkre. Így van. Elnök úr, azt fordulnék akkor egy picit, mert László, amit majd te el, mert ugye mint peremkeretekért felelős tanácsadó, GHG-zzünk, győrszolozzunk, mert neked ugye elsőbben az is a fontos, hogy azt a partnerkapcsolatot azt minél jobban bővítsd, mert ezt hál' Istennek elmondtad már máskor. Elnök úr, azt szeretném mondani, hogy a brosúrából, amit itt ö, ideadtatok, és már most mondom, hogy nem fogom visszaadni, köszönöm szépen, mert rendkívül érdekes. Mi az, amit kiemelnél? Inkább múltba tekintünk, vagy a 2024-et tárnád elénk? Hát, ez a brosúra tulajdonképpen a múltat mutatja, és azokat a területeket, amelyeket mi fontosnak tartunk. Hát itt az egyik a környezetnevelés tulajdonképpen, és itt a, a kisbátyai általános iskola, vagyis a tulipános iskolát, tag, tag iskolával szerződésünk is van, hogy gyakorlatilag e, minden együttműködnek, és örömmel is veszik akkor, amikor felajánljuk, hogy elmegyünk egy e, látogatósba, hát, tudunk forintot szerezni, ugye, akkor busszal elviszük őket, Így van. Tovább. Így és tovább. És azért itt sokat beszélgetünk, de azért azt hadd mondjam el, hogy a Egyesület tagságom most már nem olyan nagyon nagy, olyan 26 fő, de itt is a kiemelném a feleségeink támogatását, és adott esetben. Család a legfontosabb, hát még a hölgyek. Igen. Keresd a nőt, ugye, És adott esetben ö, még jobban is végzik, mert bátrabbak ebben ezért meg, hogy mondjam, talán a szép érzők is jobb. És meg néha határozottabbak, tehát néha úgy így inzgezik, így megmondják úgy, hogy, a dolgokat. Úgyhogy sokszor kell biztatás is ahhoz, hogy az ember felvállalja az. Csak én mondom, 20 éve tulajdonképpen nincs más irodánk, hanem a mi lakásunk tulajdonképpen. Még sok ilyen van, ami gyakorlatilag nincs ilyen. Elnök úr, egy picit ilyen nem is nagy politikai helyzet, de miért fogódznak aljas indokból politikai haszonszerzés, szavazatmaximálzás okán nagyon sokan a környezetvédelemre, mint hangzatos dologba bele? ugye országosan is ugye egy-két olyan párt van, aki én nem is értem, hogy ő, egy, ő ki sajátítja, hogy ma magát zöldnek, és közben ugye semmit nem csinálnak, illetve a prominensei mondjuk építkeznek olyan helyen, ahol nem lehet, éppen meg is nevezhetném az úriember, de szerintem nyomdafestéket nem tűrő, mert ez a legegyszerűbb. Tehát, hogyha mondjuk lokálpatrióta vagyok, az olyan mindig egy városra jellemző. Ha a határon túlim vagyok, ide, de a környezetvédelem is sajnos egyre többen lejáratják. Hál' Istennek ti az ellenpólus vagytok. Ne haragudj, hogy ilyet kérdezek, ez is érdekel engem. Hát ugye nagyon, nagyon sokszor az a környezetvédelem cím szó alatt intéznek olyan dolgok, ami akár párt érdek, Persze. vagy egyéni érdek, ugye tulajdonképpen. Mi nem is, nem is foglalkoztunk ezzel. Mivel annak idején a törvény olyan volt, hogy az Egyesület tulajdonképpen pártokat nem támogathat, nem is foglalkoztunk soha ezzel az más, hogy voltak tagjaink olyanok, akik ebbe a párba, abba a persze. párba tartoztak. De például a hulladék égető alkalmával, emlékszem, nagyon régen volt, most is nagyon jól nézek ki, fiatalember vagy, de nyilván még 20 évvel is sztori, mint Zsándárk úgy mentél, meg Kedves Vali is, meg még sokan. Meg többiek is. Persze, tehát azt mondom, hogy mert ez volt az ügy. Na, ez, hagyjuk van. is ezt a témát, szerintem térjünk a... Jelenbe. Nem tudom, Lászlónak átadjam már a szót, vagy elnök úr még folytatott, mert ugye neked nagyon fontos a prevenció, illetve a gyerekekkel, a fiatalokkal való törődés, ezért úgy is érzed, hogy mondjuk Nagy Csabával is fölvetted a kapcsolatot, ezt máshol már elmondtad, de nyilván mehettek még máshova gondolok, itt a Győri Hulladék Gazdálkodó Cégre, amit a fentemlített úriember vezet. Igen, igen, ez felvetődött épp, most vetődött fel utóbbi elnökségi ülésünkön hogy bővítenünk kellene azt a kört, amit át tudunk adni a gyerekeknek hulladégazdálkodás terén. És ekkor felvetődött a győri hulladégazdálkodásnak a telepének a meglátogatása, és beszéltem nagysabb igazgatóral, és legjobb hírt közölte velem, nagyon szívesen látnak minket, idegenvezetéssel egybekötve, egy ilyen 20 fősek ezek az osztályok, a kis... Kiskorát. Ne ezt mondani, hogy mi az optimális, mert ugye ny nyilván 40-50 fő az már akkor kicsit nyavajog, meg rágóznak, meg 20 fő még, mert nyilván ott ilyen illusztráció van, megmutatják, miért választ külön a műanyagot a fától, a papírtól, stb. Ugye? Igen, azért, azért ugye csak egy üzemterületére megyünk, egy veszélyes üzemterületére megyünk, ahol nagyon fontos a biztonság. És a, az a biztonság az alap az, ami szerintem meghatározza az egészet, de igazgató úr partner volt benne, első szóra partner volt, úgyhogy tudjuk bővíteni a látogatásunk terét. Ugye eddig, amit csináltunk már hagyományszerű, ugye minden évben megyünk az Alkufer Győri -re, reptérúdi telephelyére, amit nagyon köszönjük az Alkufednek, mindig legfőbb támogatónak köszönjük szépen. És erre mindig téli időszakban kerül sor. Most sajnos, és ugye a kisbácsi iskola negyedik osztályos diákjét visszük, most sajnos csúszott az egész, mert ugye előre megvan határozott időpont, hogy mikor megyünk, és pont akkor mínusz 8 fok volt a reggeli órákban, és így, így valik a felvelet az felesége, hogy, hogy ezt tárgyaljuk meg, beszéljük meg, mert ez nem biztos, hogy jó gyerek. Ehhez szóval is közel. a hölgyek kellenek, hogy elnök úr is Igen. mondta, nem? Mi fő, 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 zennek, aztán mennénk, de, majd, de azért nyilván vannak fázósok is. Ákos, biztos vagyok benne, hogy családi háttér nélkül ezt feleségem éven is tapasztalom, nem működik a dolog. Tehát mindenféppen szükség van egy olyan biztos támasz, aki mögöttünk áll mögöttünk és ott van egy kontroll. Ez egy, ez, egy, ez egy, nagyon fontos dolog. Bácsának, kisbácsának a kialakítása, illetve hogy a 66-ba csatolták Győrhöz, ha jól tudom, mindjárt mondja, ó, ezt mondjuk azt benne is van az anyagba, de topográfiailag, akár a föltanilag is mind alkalmas arra, tehát más mint egy, ugye régen voltak még részönkormányzatok, és akkor ugye még jobban lehetett, még talán ugye dr. Otto Fridolf Alpolgármester emlékezhetünk, ez teljesen jó táptalajt ad a fűvészket, meg az egész, hogy ti ezt így bemutassátok, ez nem korrodálódik, kicsit ilyen szakmai dolgokba szeretnék menni, mert én voltam talán egyszer, többször kéne, és hogy elvarázsolt. Hatalmas séta, nem volt unalmas, mert azért nem kell menni három órát, tehát az olyan embereknek, mint aki a no sportra esküszik, mint Churchill, és lehet, hogy téged hallgattalak, elnök úr. Hát az az igazság előadásokban, tehát a diavetítésnél be tudjuk mutatni azt a 200 éves hátteret, amikor itt homokdűnék voltak, és tulajdonképpen hogyan alakult ebből a homokdűnéből egy szemét telep, azzal, hogy a árvíz után, ugye, a homokot kiszedték, majd mikor felépült bácsa, meg abból a homokból. Ez örököltéte a, a, a 54-es árvíz, És akkor e, tulajdonképpen behorták az ipari hulladékot, a törmeléképítési törmeléket. Na, akkor, mikor észrevettük, hogy ez a növény olyan, akármilyen törmelék, a könyvben ugye nagyon szép képeket mutatunk erről, hogy él, és akkor elhatároztuk Horváth Gyula szakértelmével, hogy ezt körülbelül 200 köbméter hulladékot onnan elvittük, gumi hulladékot, meg más. Volt ott minden. És kialakítottuk az útat, a sétányt, amit így van, melléje fákat ültettünk, tölgyfákat, és minden oda nem való fát, akácot kiirtottuk így, és gyakorlatilag kialakult ez, amit élvezhető. A információs táblákat tettünk ki, és hát már emléke is van, mert éppen... Ezt szerettem volna mondani, hogy ez a környezetvédelmi retetesen sok feladat és munka mellett nagyon kemény lokálpatriotizmust is érzek. Ez nyilván a neveltetésedből, illetve László neveltetéséből adódik ez a keresztény konzervativizmus, hogy azért templomkert, azért, na, ami nem biztos, hogy közvetlen a környezetvédelem, de erre is figyeltek, ha már ugye ennek a területnek a része. Igen, és meghatározó is, és ennek a könyvek, amit kell, tehát a bácsa környezet kultúrájának a célja az volt, hogy akik nem jártak még arra, felcsigázzuk az érdeklődés, egy, egy sétával tulajdonképpen megismerheti, hogy abból a homoktengerből, hogyan lett egy füvészkert, minden gondjával, mert ugye száraz, nincs elég víz, de éppen mondom, hogy az a jó ilyenkor, mert ezen a helyen csak azok maradnak meg azok a növények, amelyek pont a tájra, a talajra jellemzők. A másik, a Szentvid, Duna melletti hely, az még vize, vizes terület, yeah. tehát ott még azok a az állatok, Kéz más populációkat lehet látni. Meg, más, igen. tehát a két tájegységet, ha ö, valaki, és ez a szándékunk, hogy gyakorlatilag az iskolásokat pontosan azokba az időkbe elvenni, amikor nagyon jól lehet látni, akár műveletet elvégezni, ö, ez a célunk, hogy megvalósuljon, és mind a, mind a két helyen, és közben a városrész nyugalmazott egyetemi itt, docens itt, után László érkezik, mert itt, van hátra 6-7 perc. Nagyon fontos lett tartalán megjegyezni, Szoli bácsi Szabályhoz hozzáfűzve, hogy mi egyesületünk, az erő, Környezetvédés Szépítő Egyesület, bármi, amit tesz, ez minden szempontból értéket teremt, értéket teremt a város részére, az győrben, itt, és a város élő emberek részére. Tehát az érték az marad, az mindig megmarad. Mert a víz szalad, a de kő. a kő marad, a kő marad. Kis... Prenci Zoltán és Morvai László is marad, még hál' van még egy kis időnk. Látjátok egyébként azt a tendenciát, amikor meghívjátok inkább a fiatalokat, mondjuk, de nem csak őket, hogy Zoltán, nagyon régóta ismerlek fiatalkorod ellenére, ugye 20, majdnem 25 éve foglalkozol ezzel az egyesülettel, meg hát lényedből is adódik, hogy egy kicsit, tehát van olyan visszaigazolás, hogy jaj, de jó, látod ennek, a, ahol ott nem biztos, hogy ezért csinálod, meg nem a forintosítás része, hanem hogy, hogy igen, úgy van értelme, hogy amit elmondasz, akár a biológiai háttér, akár hogy hogy gyűjtsd, amit a Laci mondott, hogy a GHG-be elmagyarázzák, mert a visszaigazolás néha úgy jó, mert bizony néha sok az ellen, aki rossz indulatú, nem mindig jöttök ki mondjuk az önkormányzati képviselővel, amit én megértek, mert az ő lénye olyan, hogy... Az az igazság, hogy euh, nehéz ez a kérdés, mert mi ugye ezekre a területekre koncentrálunk, mint környezet vagy természetvédelem érdekel bennünket, de látjuk, amint valahol szépséget, maradandó értéket hozunk létre, valahogy a más is arra kényszerűen inspiráljon, hogy, inspiráljon, Igen, hogy nice valamit hozzon oda egy teret például erre a ter területre. Nem tartjuk olyan nagyon jó ötletnek, de ugye mindent körül... Van rá igény? Úgy tűnik. Nem tudom. Nem lehet De, nem, de nem is érdekes, és nem is akartam igaziból szóba. eleggyetni. Nem, nem, mert te úriember vagy egy mászófalra gondolsz, amit... nem az van, hogy védeni kell ezeket a területeket, hogy nehogy a, a népszerűsége, vagy a tömeges megjelenéssel, ugye egyre inkább kárcsinál. És elnézést, hogy ti magatoktól elvárjátok a kompromisszumkészséget, és mind a általatok jelentett Környezetvédelmi Bizottsággal, Városvezetéssel, Dr. Dizi Csabandással a kapcsolati, akkor elvárható, nem, mástól is, hogy veletek is vegyek fel kapcsolatot. Ezek ilyen emberi dolgok, jaj Laci, most úgy nézel rám, tudom. Ez azért fontos, mert, mert na én ezért gondoltam a visszaigazolást. Én például 50 évesen eljutottam arra a szintre, hogy rászólok a palira, ha Baros úton megy, én belvárosi vagyok, tehát kevésbé zöldövezet, mind ugye a tiétek, hogy hát miért nyomod el a csikket, hülye gyerek, amikor egy méterre van mell, én is dohányzom, egy méter van, és így nem ért, és főveszi. Én próbálok így nevelni. Ti is ilyenek vagytok, csak ti jó emberek vagytok, is, úri emberek. László? Sok embernek szokás, hogy autóban, amikor megáll lámpánál, kidobja az ablakon, akkor szoktam mindig oda menni, több alkalommal előfordult, hogy elnézést, hölgyem uram, valamit kell Nem egy esetben kizáltak is. De amikor a McDonald's, ez az acsit, az, az mondjuk a megkemény. Zárjuk le a műsort, van még egy pic időnk, egészen pontosan 5 perc. Egy szót még tennék hozzá, előbb kérdezted, hogy az emberek hogy reagálnak erre a környezetvédelemre, munkánkra, támogatásra. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon pozitívan reagálnak rá. Nagyon sok, tehát mindenhez pénz kell. Pénz nélkül nem sok mindent lehet csinálni, nyilván nagyon sokat, ami fizikálisan munkával megoldható, egy megoldjuk, szóval. de nagyon sok mindenhez pénz szükséges, épp úgy egy százalék, vagy éppen forintális támogatások is szükségesek a munkánk végzéséhez kemény zárszámadással, tehát nekem mindenre számolni, a ami nektek megy. Természetesen, Ákos, én úgy tapasztaltam és úgy vettem észre, első szóra, ha a tehetség megvan hozzá, segítenek. Igen. Forintosítható a kérésünk. És ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Megvan, Mond. Én még egyet tenni, ami még publikus, de nem is publikus. Részben látható, nem is látható. Itt debütál a műsorba. Törödöm. Törödöm. Igen, igen. Készülünk nagy duronással tavasszal, egy nagyon komoly megemlékezéssel. Ez így pont, 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 és akkor mindenki gondolja. Pontosan, Jó. Környezetvédelmi témájú, lokálpatriótat, ne kérdezzek, mert ugye nagyon nehezen bírom meg, hogy addig, hogy ne, nem, nem árulod el. Ismerlek. Jó. E, mindenféleképpen helyi érték. Jó. Készülünk. Említette elnök úr, egy picit visszaadnám neki a szót, hogy leges-leges legelején több mint húsz éve indultatok, nem tudom hány fővel, 90, hány fő mosta, most olyan 26 fő tulajdonképpen, aki tagdíjat fizet, de ugye tulajdonképpen az van, hogy olyan 70-80 évesek, tehát a fiatalok, akik jönnek van. És a fiatalokat vártok nyilvánvalóan. Ti, ti, vagytok az Egyesület motorjai, meg nyilván még sokan. Amikor megvannak a feladatok, mondtátok, hogy nem csak egy évben egyszer, de ugye ez a legfontosabb, mert az egész évet meghatározza az évelei. Ilyenkor ilyen szekciókat hoztok létre, hogy Nyilván nem mindent a Ferenci meg a Morvai csináljon, mert más dolgotok is van, segítenek, de azért ez nagyon összetett feladat. Nagyon összetett. És mondanám, hogy a környezetvédelemnek van ám olyan, aki 20 éve csinálja, 25 éve csinálja, megépítettünk akkor egy jó kerítés például, hogy ne tudjanak a kocsikkal bemenni, szemetet bevinni. Ezek a kerítések sajnos elrosdásodtak kidőlnek, és így tovább. Tehát helyreállítjátok, lefestitek, hát, nem mindig ez, nem, nem Ez már nem egyszerű dolog. Tehát tulajdonképpen a munkánk egy jó része az Egyesületnek az, hogy amit megcsináltunk, az fenn kell tartani, festeni azokat az állványokat, új táblázatokat, mert a nap elégeti persze, az esőberi, és így tovább. Tehát sok esetben most már nem is gondolkodunk azon, hogy új dolgokat, de ha csak nem találunk rá, hogy meg kell oldani. Csinálunk, mert sajnos ezek a, ezek a helyek itt tudnának segíteni a, azok, akik látják, hogy ott rossás a kerítés, vagy kidőlt a fa a kerítésbe, hogy azt mondja, hú, ha én egy kerítést, rótot. Itt a lehetőség, akkor nyugodtan mindő Ferenci, mind Morvai urakat lehet. Megkérném László, hogy egy perced áll rendelkezés, hogy zárd le ezt a csodálatos beszélgetést, megtiszteltetés volt veletek együtt lenni. Köszönjük szépen. Kerítéshez szólnék még hozzá, annyit hozzátennék. felhatalmazás nem kaptam rá, de egy 50 méteres kerítés szakaszra megkaptuk a tűlsős támogatást. Egy vállalkozó részéről nyilván publikus lesz későbbiekben, majd az egyezésével, hogy ki volt ő. Első szóra megkaptuk a támogatást. És tényleg, hogy mondjátok, azért nagyon fontos a mecenatúra, nem azért, mert még annak idén liberális barátaink mondták, talán meg mindig ma is mondják, hogy ingyen ebéd, nincs itt, nem, nem erről szó. De hát azt le kell festeni. A festék, ti ezért a saját munkai időtöket nem is számoljátok, hogy milyen óra vagytok, mert nyilvánvalóan nem, de bizony elkél a segítség, és ha valakinek, akkor nektek szerintem mindenképpen. Uraim, megtiszteltetés, hogy nagyon köszönöm, hogy itt jártatok. Egy ígéretet kérek, ha van miről beszámolnotok, már pedig nektek van, akkor jöttök még az én utcámba elkér a segítség szósz tennék hozzá még egy szót. Ugye Zoli bácsa mondta, hogy Egyesületünk 2000-ben 91 néhány fővel indult, most 21 néhány főnél tartunk, ugye, és ugyanaz a Egyesületi tagok tulajdonképpen, akkor voltak. A törzsgálta. idősebb, idősebb korosztály, Idősebb korosztály, úgyhogy nagyon lett tisztelettel, szeretettel várjuk azon a fiataloknak a csatlakozását, jelentkezését, akik ebbe a körzetvédelmi nemes munkában részt vennének. Titkár úr, elnök úr, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettem veletek. Mi köszönjük Én szépen. szépen. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.